Félbeszakadt a parlament mai ülése a PSZD és a PNL vitája miatt. A képviselőház plénumának ülését a házelnök azután kellett befagyassza és összehívja az állandó bizottságot, hogy a többség és az ellenzék képviselői durván összeszólalkoztak az úgynevezett becsmérlési törvény kapcsán. Az ellenzék szerint a jogszabály alkalmazása korlátozná a szólásszabadságot. A Liviu Dragnea pártelnök nevével fémjelzett jogszabálytervezet kemény pénzbírságokkal sújtaná azokat, akik nyilvánosan becsmérelnek másokat, nem életkor, vallás, etnikai hovatartozás, anyanyelv, kulturális szokások, szexuális orientáció, krónikus betegség vagy származás miatt. A szabálysértést egy külön bizottság állapítaná meg, amelyet az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács keretében hoznának létre. Asztalos Csaba, a tanács elnöke úgy vélte, túlpolitizálták a törvény kérdését, amely számos pozitív előírás tartalmaz, és sok esetben csak a gyakorlatot szentesíti. A tanács maga az elmúlt 13 évben gyűlöletbeszéddel kapcsolatosan már egy sor döntést meghozott, amit a bíróságok helyben hagytak. És ilyen esetekben megállapítottuk, hogy túllépték a szólásszabadság határait azok, akik ilyen kijelentésekkel éltek. A mai botrány azonban nem tartalmi kérdések miatt tört ki, hanem azért, mert az ellenzék szerint szabályellenesen került a tervezett vitája napirendre, amelyet a többség ennek ellenére megszavazott. Utóbb Liviu Dragnea azt nyilatkozta, nem akarja, hogy szabályellenesen fogadják el a jogszabályt, az ellenzék viszont kilátásba helyezte, ha mégis elfogadják a tervezetet, az Alkotmánybírósághoz fordulnak.